térni. Sokkal többen lesznek. El kell mennetek. Rejtsd el ezt. Senki se találjon rá. Az én utamnak itt vége. Émár, véghez kell vinned a közös nagy feladatunkat. Akár a rendünk léte is múlhat ezen. Ne! Ne! New York 718 évvel később. A 4-es csatorna legfrissebb híreivel jelentkezünk Manhattanből, ahol már gyülekezik a New York-i felső 10 000 krémje, hogy megtekinthessék a páratlan értékű vatikáni kincsekből álló kiállítást, melynek jó néhány darabját évszázadokig nem láthatta senki. Tess! Tess! Climb, na hát, szia! Egészen jól helyre jöttél. Ó, köszönöm, de te még sokkal szebb vagy. Az utolsó templomos lovag. Első rész. Na, hogy bírtad a tífuszt? Jobb volt, mint az a durva hasmenés Etiópiában. Tudod, milyen végigrohanni Afrika minden WC-jét? Helyes a kifejezés. Mm-hmm. Emlékszel Indiára, amikor a lábamban volt egy élősködő? De mennyire, hogy emlékszem. Az a kis féreg befurkálódott oda, és bár én tudtam volna így elérni a szívedet. Csak az járt a fejemben, hogy nem veszíthetem el a lábam, mert mi lenne akkor a cipőimmel? Pontosan. Igazán szép kis lábbeli az ásáshoz. Úgy gondolod? De mennyire? Köszönöm. Főleg akkor, ha a sarkat használod. Tess! Szia! Hogy vagy? Kösz, jól és te? Prima. Hát akkor, hello, szia! Üdv, öreg! Aha, szóval így akarsz szingli maradni. Nagyon izgatottak vagyunk, és főleg megkönnyebbültek, hogy a kiállítás anyaga épségben megérkezett. Mint tudja, ehhez százak segítsége kellett, de már is nagy örömünkre szolgált a fogadtatás. Na és? Nem hiányzik. Mi? A szex? Az is, de most az ásatásokra gondoltam. Te voltál a régészet ragyogó üdvöskéje, most pedig... Nos... Mire gondolsz? Csak arra, kedvesem, hogy ez a véredben van. Mit gondolsz, kedves jó atyám, hagyott még felfedezni valót a világnak? Nem igazán. A konstantinápolyi kereszt. Megtalálta Oliver Chaikin a Vatikán örök dicsőségére. Azt hitték-e, sosem kerül elő. Apára. Apádra. Megállni! Ilyen mutatványról itt nem volt szó. Van engedélyük? Úristen! Úristen! Egy 12. századi fogaskerékrendszerű dekóder. Na és szerinted mit dekódol? Thank you.
a döbben traumát leszámítva. A jó Isten! Azt hiszem a karom. Hol van? Átkozott tolvaj. Ne mozduljon! Hé! Félreértik a helyzetet? Csak visszaszereztem a tárgyat! Nem én loptam el, én csak ez a fickó lopta el, én! A halottkémnek nem lesz túl sok gondja a halálokával. Hol van a fej? A mentőben. Mi lenne, ha együtt lenne a torzóval? Csak a rendkedvéért. A kis szentimentális. Ja. Tessék! Hogy mi? Ez ugye csak vicc. Ez biztosan... De bizony, öregem. Vicc lehet. Áú! Inkább megköszönnék, hogy visszaszereztem. Az életemet kockáztattam érte, és most bűnözőként kezelnek. Röhelyes! Nem kell taszigálnia, lehetne udvariasabb. Ő az. Na és maga? Déli ügynök, FBI. Kicsit elkések, nem de? Elnézést, de Manhattanben ritkán szoktak fejeket leütni a kerekasztal lovagjai. Hol volt a biztonsági őrség? És maguk? Tényleg azt hiszik, azért öltözködtem három órán át, hogy ellopjam a konstantinápolyi keresztet? Azt akarja mondani, hogy nem volt köze a rabláshoz. Tessájkén. Egy gyermekes anyuka, mint a polgár, a Manókian intézet régészeti vezetője. Nem múzeumból szoktam lopni a műkincseket, hanem a földből ásom elő. Mrs. Indiana Jones. Hát igen. A jó oldalon állok. Ha kérhetném, talán vegyék le ezt, mert nem megy a ruhámhoz. Már ahhoz, ami maradt belőle. Tehát tisztázzuk. Elkötött egy rendőrlovat. Üldözőbe vette vele a rossz fiúkat, akik lefejeztek egy zsarut. Végig kergette őket a parkon, egyet pedig lecsapott egy aranyozott dárdával. Így volt? Hm? Igen. De ez nem dárda, hanem pásztorbot, amit a pápák használtak az ünnepeken. Én kérek elnézést, maga megbolondult? Nem! Ez a kereszt Konstantin császáré volt, és a legenda szerint ez volt a kezében akkor, mikor felvette a kereszténységet. És ezután felment a mennyországba, ahol az angyalok megfújták harsonáikat. Egy szóval az a lényeg, hogy mit hiszünk, de ez a kereszt apám egyik legfőbb lelete, a néhai apám. Én is ott voltam, mikor megtalálta a földben. Nem fogom hagyni, hogy egy gengszter meglovasítsa. Ó, így mindjárt más. Bizony, akár hiszi, akár nem. Vegyék le. Köszönöm. Szívesen. Azzal csak nagyon óvatosan, jó? Több mint 1700 éves, és a nagy trágakő meglazult.
Vigyék csak. Nem tréfálok. Egyébként, ha már nem is köszönik meg, hogy segítettem visszaszerezni a tárgyat és ezzel a hírnevük egy morzsáját, legalább a Manolót pótolhatnák. Parancsol? Hogy mit? A Manoló Blanikot. Manoló kicsoda? Ah. Ha itt kérdezed, akkor nem telik rá. Ez hihetetlen. Igen, Clive ott állt, meg is sérült. Meg tudnál mondani, hová vitték? Majd jelentkezünk. Csak bámultál? Mert hitetlenkedtem. Ez egy beképzelt, irritáló nőszemély, aki azt hiszi, hogy mindent jobban tud mindenkinél. Őrült. Szerintem is dögös. Szia, mama! Szia, kicsim. Képzeld, láttuk is a tévében. Tényleg? A rendőrök a parkon át üldözték őket, és az egyik lovas a bokrok közé dobta a polgármesternét. Tudom, de nem lett nagyobb baja. Az a fontos, hogy nem engedtem át nekik a nagypapa keresztjét. Most pedig minden kislánynak ágyban a helye. Jó éjszakát! Ennyi izgalom után aludni. Mama, mi történt a cipőddel? Mozgalmas este volt. Most beszéltem Brignon bíborossal. Magyarázatot kellett adnom. Ez hihetetlen. Már összeállítottam a kárjegyzéket, átküldöm neki. Felbecsülhetetlen kincsek. Egy rendőr is meghalt. Tolmácsolom a Szentatya együttérzését az elhunyt rendőr családjának, s gyászmisét is tartunk a Szent Péter bazilikában. Rendben van. Ez a dekóder vajon mi? Sejtelmem sincs. Szép munka volt, Michael, mint mindig. Lefejeztek egy New Yorki rendőrt. Az FBI New Yorki központja, szövetségi épület New York. Vatikáni kincseket loptak el. Mindezt halmi középkori lovagok, itt Manhattanben. Egyet elkaptunk, asszonyom. Helyesbítek. Tess Chaikin kapta el. A neve Gus Vadron. Ő gyilkolhatott. A DNS mintát már elemezzük. Kihallgatták már? Kifogjuk, amint eszméletére tér. Hát bírják szóra. Ha nem sikerül, talán vonják be az ügybe Tess Chaikint is. Elmondjam, mit gondolok én erről. Iszlám fundamentalisták tették. Keresztes lovagok kor hülyelmezében. Ez benne a csavar, ki gondolna rájuk? A sisak miatt nem azonosíthatóak be a különös ismertető jegyeikről. És a lovakat? Ilyen lepelben azokat sem. Állj! Vissza! Ez az. Tess Chaikin. Én bizony rábíznám a rejtett kincseimet, a kislány. Tessék? Tess Chaikin. Hát ez... Tud álmásni. Kösz, értem. Ki az? Manolo Blahnik. Azért nehezen tudom elképzelni magát, amint magas sarkú cipők között válogat egy boltban. Nos, remélem jó a mér. Hát, csak egy módon tudhatjuk meg. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Az FBI köszönetét fejezi ki a hősies mutatványért. Bocsánat, a hősies közbelépésért. De arra is felhívnánk a figyelmet, hogy a polgárok nem vehetik saját kezükbe a bűnüldözést. Örülök, ha tetszik. Isteni! Ami a tegnap estét illeti, ön közel volt a lovagokhoz, nem jut eszébe még valami? Az egyikük, aki a dekódert vitte el, latinul annyit mondott, hogy veritas vos liberabit. Az igazság szabaddá tesz. Arra is emlékszem, hogy rávágtam a pásztorbottal, ám bár nem ugyanaz volt, mint akit a nyerekből vetettem ki. Tehát nem szereti a kávét? Nehogy azt mondja, hogy a fánkot se. Az rendőr szokás. Mi muffint eszünk. De nem kávéznak. Én imádom a kávét, de most tudja, a nagy böjtő.
40 napig nem is kávézik? Bizony. Hű. Másról is lemond? A káromkodásról, a csokiról, a széndioxid kibocsátásról. Ó, a főbűnök. Másról is, de azt most hagyjuk. Hű. Nem hittem, hogy van még, aki képes erre. Ha az ember Sean Daly-nek hívják, ez a génjeiben van. Meg hát 8 évig jártam a fájdalmas miasszonyunk templomába és a jezsuitákhoz, érti? Hmm. Felteszem, ön nem nagyon vallásos. Hát nem nagyon. A pokolra jut. Ön szerint miért öltöztek templomosoknak? Már csak ez volt a jelmezkölcsönzőben. Ebből is el kellene egy új pár, nem igaz? Ó, ez a szerencse csizmám. A világ minden táján ástam már ezekben. Törökország, Szíria, Afganisztán. Szívesen magára kapná őket megint. De a gyereknevelés teljes embert kíván, megértem. Apám sokat volt távol, még gyerek voltam, és nem akarom ezt tenni a lányommal. Ő a mindenem. Nos, ha netán eszébe jutna még bármi, hívja ezt a számot. Közvetlen vonal. Köszönöm. Sean Daly, különleges ügynök. Szép napot. A templomos lovagok 1118-ban mentek el Jeruzsálembe, hogy védelmezzék azokat a zarándokokat, akik a Szentföld meghódítása óta odaindultak. A következő 200 év során a rend gazdagá és hatalmassá lett. Hogy gazdagodtak meg? Egyesek szerint rábukkantak Salamon király kincsére. És mi lett aztán? Hát, az egyház lecsapott rájuk, eretnekséggel vádolták és el is pusztították őket a hatalmuk miatt. De a legenda szerint néhány templomos elhajózott 18 kincsekkel megrakott gáján, és sose látták őket többé. Akkor a kincs még megvan? Ez volna a történelem legnagyobb lelete. És lehet, hogy te találod meg. Van róla valami térkép? Ha volna is, azt kódolták. A templomosok a titkosírás mesterei voltak. És persze... Kódolás. A kód megfejtéséhez egy dekóder kell. Egy kódfejtő. Mi van, ha a kódfejtő készülék igazi templomos? Ezt lopták el. De jól vagyok. A gatyámat még fel tudom venni. Na, állj csak fel. Figyelj ide, oké? Okay? Tegnap este nem műtárgylopás történt. Hogyhogy? Ezek nem kevesebbre törnek, mint a templomos lovagrend kincsére. Hát, még elnevetem magam. Figyelj! Emlékszel még arra a dekóderre? Tudod, pont amikor bevágtattak. Nem. Csak arra emlékszem, hogy megpróbáltál megmenteni. Nagyon köszönöm. Pedig. Az egyik lovag egyenest a dekóderhez ment, és csak azt vitt el, semmi mást. Hát ez fura. Na jó. Csak azért álcázták műkincsrablásnak, hogy leplezzék a valódi céljukat. És az mi? Azért vitték el a dekódert, hogy megfejtsék a templomos lovagok kincses térképét. Szerintem kiújult a maláriád. Kéne egy templomos szakértő. Te most komolyan beszélsz. Persze. Bill Vance. Bill? Ismered? Persze. Apám kedvenc munkatársa volt. Kislánykoromban minden nyári ásatáson mellette voltam, de ő inkább föníciai szakértő. Mert nem veri nagy dobra a templomos imádatát. A szakmai öngyilkosság lenne. Budgyantufó hívőnek tartanák. A rendőrségnek már mondtad ezt? A megalapozatlan hipotézisemet? Aha. Ja, tesz. Tesz. Beteg a nagymamája, Mr. Aparo. Igen. Gasvaldron miatt jöttem, ön igencsak letaglózta szegényt. Adrászkódás, többszörös törések, belső sérülések. Egy kis esti muri. Már ők sem a régiek. Mondott már valamit? Nem tudja ki a felbújtó? Még nem. Azt várom, hogy Daly ügynök kikérdezze.
Bocsánat. Igen? Persze, azonnal mondom. Azt hittem, hogy már vége a Jeanne d'Arc szerepkörnek. Elismert tudós vagy, van egy kislányod is. Ja, és tesz? Figyelj csak, maradj csak csendben, én mindjárt jövök, meg se bukkanj. Jöhet a jégfürdő. Tesz? Nem kell jégfürdő. Megengedi? Mehet. Hello, Gász. Maga. Bizony, én vagyok. Csak nyugi. Ki maga? FBI ügynök? A dekóder, Gász. Mit csinált vele? Milyen dekóderrel? Erről nem tudok semmit. Hát jó. Halljam, kik a társai. Mondjon pár nevet. Nincs sok időm. Ez nekem miért jó? Alkut ajánlok. A Vatikán visszakapja a kincseket, és kegyet gyakorolhat. Jó, rendben. Nagyon helyes, Gász. Délig különleges ügynek. Kérem, szólítson Seannak, én is behatóan ismerem a lábait. Mit akar? A társának már mindent elmondtam. Hey, megmondtam az egyetlen nevet, amit ismerek. Szóval magam is... Csak azt akarja tudni, hogy a megállapodás... Mit keres itt, Miss Csájki? Ó, kérem. Most, hogy tudom, hogy a jezsuitákhoz is járt, ugye? Igen. Látogatóban? Igen, egy barátomnál, Clive-nál. Megsérült este múzeumban. Ó, igen. Most már haza is vihetem. Neveket akarok. Mindet. Nos? Nagyon örültem. Én is. Hát, kellemes napot. Viszlát. Petrovics. És a többi? Mindet hallani akarok. Ugye milyen frissítő volt? Ó, köszönöm, hogy a kegyetlen és szadista Igor nővér kezeire bíztál. Összetegeződtetek, nagyszerű. Az. Clive, senkinek sem mondd el, amit a templomosokról mondtam. Tess, mégis mire készülsz? Az igazság tesz szabaddá. Azt gyanítják, szívroham volt. Nem tudták újraéleszteni. Szívroham? Nem azt mondták, hogy csak a csontja tört? Még várjuk a boncolás eredményét, de gyanús ügy. Hát igen. A biztonsági kamerák. Emma, kérem, indítsuk el. Mindenkit tisztáztunk, aki bement Vádron kórtermébe, kivéve egy még azonosítatlan doktornőt és egy FBI ügynököt. Ki ez? Az FBI ügynök már meghalt. Jó 2 éve. Hát ez jó.
Bárki is tette, profi volt. Nézze csak meg. Tudja, hol a kamera. Elfedte az arcát. Tudja, mit csinál. Ezt a magyarázatot adjam a Vatikánnak? Emma, kérem, megmutatná a doktornőt is? Ez az. Köszönöm. Állítsa meg itt. Mi van? Kérem, közelítsünk a lábára. Ezt nézd meg. 9,5-es méret. A bal lába nagyobb. A Vatikánt természetesen lesújtotta a felbecsülhetetlen kincsek eltűnése. Igen, megértem, Monsignor De Angelis. Sajnálatos, hogy az egyetlen gyanúsított a kórházban elhunyt. Ó, déli ügynök. A nyomozócsoportot John Daly vezeti. Monsignor De Angelis. Atyám. Szólítson csak Michaelnek. Köszönöm, de maradnék az atyámnál. A régi szokásoktól nehéz szabadulni. Nos hát, ha megbocsátanak. Katolikus? Igen, az. Gyakorló? Bocsásson meg, nem akartam faggatni. Tudja, nincs is olyan sok különbség a munkánk közt. Hogy? Segítünk az embereknek felmérni tetteik következményeit. Nos, dolgozzon csak. Hogyne. Keresgéltem egy kicsit. Bill Lance eltűnt. Már nincsen a Columbia Egyetemen. Megszűnt az e-mail címe is. Nincs a telefonkönyvben. A Google rengeteg találatot ad rá, viszont a hollétéről sajnos nem tudok. Sajnálom. Te szerencsével jártál? Még nem. Fura ez, hogy Vance csak így eltűnt. Ez nem vall az öreg fiúra. Én most nem is Billt keresem. Ismerem az illetőt? Kétlem. A neve Branko Petrovics. Várj csak. A lovak. Ha, hogy nem jutott eddig eszembe? Nyitom már! FBI, beszélnem kell Tess Chalkinnel. Tess! Úgy egy fél órája ment el. Mondja, nem mutatna egy házkutatási végzést? Ez törvénytelen behatolása, jogaink megsértése és engedély nélküli kutakodás. Bár én nem vagyok ügyvéd, csak egy jó barát. Branko Petrovics! Petrovics, ez hihetetlen. Láthatja Petrovics úr, hogy a kis barátunk nagyon szeret táncolni. Nem tudom! Gyerünk, halljam a neveket! Nem tudom! Segíthetek? Igen, Branko Petrovicsot keresem. Ott van hátul. Oké. Hajrá, Vigo! Mitch Edison! Ő bízott meg! Mitch Edison! A negyediket! Ki volt a negyedik? Én csak ott láttam! Mitchnek tudnia kell! Mitchnek? Őt kérdezze meg! Biztos tudja! Nagyszerű, Petrovics úr! Köszönöm az együttműködést! Branko Petrovics! Félj! Mitch Edison tudja! Csak egy újabb hulla, és minő véletlen, maga ismét itt. A fickó, aki felkötötte, ő ütött le, amint ideértem. Én próbáltam segíteni rajta, de elkésem, meghalt. Semmi közöm ehhez. Semmi? Szóval csak véletlenül sétálgatott erre a megtévedt ex-rendőr istállója felé, akinek volt egy lovas csapata is. Véletlenül csak ezekkel a lovakkal lehetséges véghez vinni egy olyan támadást, mint a múzeum kirablása. Ez persze mind véletlen, ugye? Én nem ezt mondtam. Nem hiszek magának. Na jöjjön. Ó, ne már, ez most komoly. Az. Jöjjön.
Ó, köszönöm, de a nagy bőjt. Lássuk alapjait, Miss Chaikin. Dr. Chaikin, ha már itt tartunk. Mi a franc ütött magába? Azt hittem mintapolgár, elismert tudós és anyuka. De sajnos átvert. Tudni akarom, hogy mit tud. De rögtön. Vagy meggyanúsítjuk Petrovics meggyilkolásával. Vádronéval is. Gász Vádronéval, hogy érti? Meghalt. Épp azután, hogy ön bent járt nálam. A szíve megszűnt dobogni. Én... ahhoz semmi közöm. Két azonosítatlan látogató ment be. Az egyik egy FBI ügynök, aki néhány éve meghalt, a másik pedig egy doktornő, aki pont úgy néz ki, mint ön. Nos? Elismerem, hogy beszéltem Gász Vádronnal. Ő adta meg Petrovics nevét. Szóval nyomozósdit játszott. Dehogy! Az ellopott dekódert próbálom visszaszerezni. Úgy éreztem, rajta keresztül lehetséges. Hogyan? Azt a dekódert az orrom elől vitték el. Igen, már tudok róla, igen. Feltételezem, hogy a tolvaj vagy tolvajok nem mérték fel, hogy mekkora régészeti érték ez a dekóder. Halljam a két utolsó templomos nevét. Nem tudom. Ő csak Petrovicsét mondta meg. Egy gyilkos keresek, Dr. Chaikin. Ha nem mondja meg, itt éjszakázik. Miért kockáztatja az életét? A régészetért? Nem ez az első alkalom. Mi a valódi oka? Miért csinálja? Oké. Terítsük ki a lapokat. Én nem bánom. Az apám miatt. Apám egész életét a régészetnek szentelte. Minden idejét az otthonától távol töltötte. Tőlem távol. Minden világrészben kutatott és ásott, hajtotta a vágy, hogy rábukkanjon a valódi igazságra, az egyetemes igazságra, az ember és a világ legmélyebb értelmére. Ő fel akarta tárni a titkot. Egy napon Törökországban éppen ásatáson volt, amikor egy lángoló keresztet látott meg az égen. Azt hitte napszúrást kapott, vagy hőgutát, de másnap megint ezt látta. Akkor talált rá Konstantin császár keresztjére. Ez ugyanaz a kereszt volt, amit a minap visszaszereztem a múzeumnak. Tudja, apám állandóan azzal tréfálkozott, hogy azon az egy napon hitt Istenben, mert Isten is hitt benne, és elvezette a kereszthez. Sosem tudtam, hogy viccel vagy komolyan mondja. És ez megmagyarázná a... Azt akarta, hogy én is ezt tegyem. Nekem éppen ezáltal él még ma is. Ha folytathatom a kutatását, akkor egy része újjáélet. A templomos lovagok a jeruzsálemi templom őrzői voltak, az isteni igazság őrei, amiben maga is hisz. Ezzel a dekóderrel megfejthetőek az írásaik. De ha ez elveszett, akkor a templomosok öröksége, az üzenetük, mely oly sokat jelent a magához hasonló hívő emberek számára, ez mindörökre elvész. Ezért olyan fontos a régészet. Nos, ugye nem kell megint behoznom ide. Ha mégis titkos barlang bukkanna fel a metróban, vagy halott templomos lovagok netán, mind a kettő. Én nem keresem a bajt, déli ügynök. Hát persze, hiszen Kim anyukája. Magamtól is tudom. Hát, viszlát! Viszlát. Tessék! Köszönöm. Kérem, üljön csak le. Van már hír? Egyelőre még semmi konkrét, atyám. Csak érdekelne ez a dekóder, hogy... Csekély az értéke. Csak a kutatóknak fontos. Van, aki szerint nagyon értékes. Ősi műtárgy, mely évszázadokon át porlepve hevert a vatikáni archívumban, az a valódi rejtély, hogy miként került ilyen kincsek közé. Lehetséges, hogy van köze a templomosokhoz? A tolvajok köpenyén látható vörös kereszt. Mondja csak, mindenről nem Dr. Chaikin beszélt?
Emlékszem, hogy ő is jelen volt. Egy pásztorbottal eredt a tolvajok nyomába, méghozzá koktélruhában. Ő hívta fel rá a figyelmemet. Ő szerinte a rablást egy olyan rend követte el, amely több mint 700 éve nem is létezik. Fogdába zárt és megfenyegetett. Azt mondta, a terror ellenes törvény értelmében vádemelés nélkül is bezáradhat el. Elbűvölő. Tud udvarolni, mi? Nem. Na és meg lett ez a híres dekóder? Á, sehol semmi. Á, segíts! Mi ez a szag? Hát... Ugye nem csicseri borsó lesz már megint? Nem. A mai vacsora vadrizssel és édeshagymával töltött szőlőlevél. Clive bácsi! Igen? Szerintem te már meg is gyógyultál. Ó. Talán azt akarod mondani, hogy akár haza is mehetnék? Ha, te kis boszorka. Na, te csak ezt az asztalra. Nem kapsz desszertet. Na nyomás, Puri! Ja, egyébként találtam valamit Vance-ről. Már a gépeden van. A Vance család baleset áldozata lett. Igen. Ez olyan szomorú, hogy karamboloztak. Bizony az. Egy csattanás és annyi. A feleség és a lánya meghalt. Ott voltam a temetésen, akkor láttam utoljára Billt. Ennek már egy éve. A balesetnek. Holnap lesz egy éve. Tehát, ha Bill egyáltalán felbukkanhat valahol, az... A temető lesz. Holnap. Na? Nem tudom, hogy hihetek-e neki. Ezek a sztorik az apjáról, meg Konstantin keresztjéről, hát én nem is tudom. Akkor ezt nézd meg. Ez a jelenben van. Branko Petrovics telefonhívásai között találtunk egy Mitch Edisont. Együtt ültek a börtönben. A múzeumi rablás előtt és utána is többször beszéltek. Megint lemaradtunk egy lépéssel a francba. Szervusz, Bill. Tessék. Annyira sajnálom, Bill. Már egy jobb helyen vannak. Ezt szokás mondani, igaz? Köszönöm. Hogy vagy, Bill? Miután meghaltak én, azt hiszem becsavarodtam.
egy ideig csak utazgattam céltalanul. Arra eszméltem, hogy Languedocban vagyok, Franciaországban. Volt ott egy ősi templom, egy legenda. És ez adott új életet. Legenda? Igen. A legenda szerint az utolsó templomos lovag elrejtett ott valamit. A templomosok kincses térképét? A kincs nagyon is valós dolog, csak talán nem az, amire az emberek számítanak. Képzel csak el, 1290 őszén járunk, amikor a templomosok hatalma már hanyatlik. Az egyház mind több rendtagot fogad le, kínosztat meg és vádol eretnekséggel. Bazsói Guillaume, a templomosok nagymestere, két hű lovagját szólítja elő, Martint és Aimart. Átad nekik egy értékes tekercset, hogy vigyék magukkal. A kereszténység szempontjából felbecsülhetetlen dokumentumot a Szentföldre kell vinniük, hogy a világ majd megismerhesse. Ám ekkor, 1291 májusában, Jeruzsálem már lángol. Sok ezren haltak meg. Aimar és Martin küldetése veszélybe került. A templomosok a muzulmán túlerő nyomása alatt a halálra készülnek. És akkor Bozsói Guillaume, a templomos rendnagymestere megparancsolja Martin és Aimar lovagnak, hogy meneküljenek, fussanak el a döntő csatából. A szentiratokat mindenáron meg kellett védeni. Visszamegyek. Nem hagyom cserben testvéreim. Azt hiszed, hogy én ezt akarom? Parancsot kaptunk magától, a nagymestertől. Mindnyájan ott lesznek. A szentirat nálunk is fontosabb, Martin. Mennünk kell. A túlerőben levő muzulmán harcosok minden oldalról támadtak, és elmenekülni csak tengeren lehetett. Én már meggyőztem Martint, hogy kövesse és meneküljenek, bár azt sem tudhatta, hogy hajójuk odaérte egyáltalán a kikötőbe. A templomos hajó azonban ott várt rájuk. A hatalmas mészárlást csak ők élték túl. Ez a hajó vitte a templomosok úgynevezett kincsét is, azokat a javakat, amiket a muzulmánok elől még ki tudtak menekíteni a Szentföldről, mielőtt a város elpusztult volna. A gályarabok megfeszített erővel húzták az evezőt, s ők tehetetlenül nézték végig a város pusztulását. A lovagok kimenekítették a páratlanul becsesiratot. A templomosok jelmondata. Hogy is szólt? Veritas vos liberabit. Az igazság te szabaddá. Igen, valamennyiünket. Te voltál ott a múzeumban. Sajnálom, hogy sérülést okoztam. Mindig is erős kezed volt. Nekem csupán a dekóder kellett, Tess. Én csak emiatt fogtam bele. Gyilkosokkal együtt? Nagyon sajnálom a rendőr halálát. Ez a Gus Waldron durva egy alak. Csak volt? Meghalt. Branko Petrovics is. Már hárman haltak meg emiatt. Ahhoz semmi közöm. Szóval csak ezért kerestél meg, Tess, hogy aztán feladj? Én nem rendőr vagyok, Bill, hanem régész. Én... Azt hallottam, tudhatsz a templomosokról, ez minden. Akkor gyere és nézd meg magad is. Megmutatom neked a valaha volt legcsodásabb régészeti leletet. Meg kell osztanom valakivel. Együtt megy a nővel. Ó, megérinthetem? Persze. Bámulatra méltó, igaz? Bizony. Ez a kulcs
melyel megfejthető a templomosok titka. Működik is? A tekercsen lévő titkos írásbetűit óvatosan belehelyezzük a dekóderbe. Ó, hányszor jártam a vatikáni könyvtárban, és közben ez is ott volt egy közeli raktárban. Csak porosodott. Némi tisztogatás, olajozás, és már működik is. A templomosok rendkívüli alkotók voltak. Bill, miért loptad el? Miért nem kérted ki kölcsönbe a Vatikántól? Képzelem, milyen szavakkal. Mondja csak, Vance professzor, miért is kell önnek a templomosok dekódere? Nos, Szentatyám, egy olyan templomos fóriánst akarok megfejteni vele, amitől elállna a szava. Tessék, Daily! Igen. Már órák óta értem kellett volna jönnie, hogy orvoshoz vigyen, de nincs sehol. Hát elballagtam magam, de a telefonját sem veszi fel, szóval kezdek aggódni. Tess, Csajkin eltűnt. Biztos új cipőket vesz. Tudja, hol járt utoljára? Igen, úgy volt, hogy Bill Vance-szel találkozik, a templomosok szakértőjével. Értem, milyen kocsia van? New Yorki rendszám TTO 1551. Világos drapszínű Jeep Compass. Hétszáz évvel ezelőtt egy fiatal papot egy öreg ember halálos ágyához hívtak, hogy feladja az utolsó kenetet. Az öreg ember felfedte, hogy ő az utolsó élő templomos lovag. A neve Carmoy Martin volt, az utolsó óráiban tolba mondta Émárral közös útjuk történetét. Az ifjú pap lejegyezte a szavait titkos írással a templomosok kódja segítségével. Az irat őseinek várába rejtőzött Albi közelében. De megtaláltam. Igen, Tess, ez az. Az utolsó templomos üzenete. Útmutató a templomosok kincséhez. Bill, ez talán a történelem legnagyobb lelete. Ismét együtt, mint a régi szép időkben. Követtettél valakivel? Dehogy is, Bill, én nem... Ne aggódj, Tess. Elintézem. Bill, mire készülsz? Rögtön jövök.
Mi volt ez? Nem tudom. Patkányok! Tini is. Zsicinem. Megnézzük odakint? Igen. Hívok erősítést. Drágám, eltévedtél? Semmi baj. Itt majd elszórakozhatunk egy kicsit. Nem vagyok a drágád. Dr. Chaikin. Délidnek. Ezt ott felejtette. Gondoltam, kedveli, hiszen tényleg szép. Köszönöm. Rám tett egy nyomkövetőt, míg nem figyeltem? Nos, megtaláltuk a kriptát és a csapóajtót is. Feltételeztem, hogy odalent van, így az ügynökökkel őriztettem a kijáratokat. Épp hozzájuk tartottam, de most szerencsém volt. Aha. A barátja Clive hívott fel. Aggódik. Elég gyakran. Megtalálta őt? Kicsodát? Vance professzort, a templomosok szakértőjét. A temetőben bukkantam rá, a felesége és a lánya sírjánál. Nem hittem, hogy ide kerülök. Persze. Az utca
utca közepén át. Nem érdekel. Ne menjünk arrébb egy majd kicsit. Majd ha felelt a kérdésemre. Bocsánat, de a lányom az. Szia, Kim. 10 percenként hívtam a mobilodat. Bocs, Clive, de sajnos nem volt térerő. Hát, akár hiszed, akár nem. Látogatód jött. Méghozzá éppen Bill Vance. Clive! Hey, mami, nem is mondtad, hogy Indiában tanulták kígyó bűvölést. Kimi, oda tudnád adni a telefont Vance professzornak? Halló, Tess. Már várom, hogy láthassalak. Van nálad valami, ami az enyém? Bill, én nem tudtam, mi történt veled. Így csak biztonságba helyeztem. Látod, mindkettőnknél van valami, ami a másiknak becses. Én most hazamegyek. Bill, ha csak egy hajaszála is meggörbül, elkaplak, bárhová is bújj. Remek! Hey, mi a fene folyik már itt? Hey, szálljon vissza! Ereszem már el, ereszem el, segítség! Azt mondtam, ereszem el! Hagyja már még is, segítség! Hey, FBI-tól vagyok! Tess! Az FBI-tól vagyok! FBI! Taxi! Taxi! Tess! A tűnés! Mami! Olyan piszkos vagy! Mi történt? Csak nem egy ásatásról jössz. Netán találtál nem is valamit? Nem is tudod, hány ruháját tette már tönkre. Kicsim, hozd a maminak egy forró borogatást, meg egy aszpirint, jó? Oké. De csak most jöttél. Mesélj még ilyeneket a mamiról. Futás, Kimi. Most, hogy tudom, hol laktok, találkozunk ám még. Nagyon örültem, Clive. A föníciaiakból sosem lehet elég. Szia, Kimi! Szia! Olyan aranyos vagy, mint a mamád. Örülök, hogy összebarátkoztunk. Csak nem hitted, hogy tényleg bántanám. Fáj, hogy ilyet gondolsz rólam. De a trükk bevált. Hogy éppen te. Reméltem, hogy segítesz majd Tess. Komolyan. Hallgass. Tess! Neglizsében vagyok. Itt a kedvenc FBI-osod. Még a végén azt hiszem, hogy jártok. Hagyd már! Mégis mi a fenét képzelt? Elkaphattuk volna! Őt is elkapjuk, és a lányát is megóvjuk. Az egésznek már réges-régen vége lett volna. Tudtam, hogy ha odaadom a dekódert, nem bántja Kimet. Nem kockáztathattam az életét. Na jó. Oké, tudja, mi legyen? Maga nem hallgat kigyanúsítottakat, és nem nyomoz gyilkosságok után. Csak hagyja, hogy nyugodtan tegyem a dolgomat, és nem magát kelljen állandóan megmentenem, értette? Engem ugyan mikor mentett meg? Odakint áll egy kocsink. A fiúk egészen addig fogják követni magát, amíg le nem állítom őket, világos? Hogy engem védjenek? Nem magát, hanem engem. Látom, nem érti, Déli. Nem a gyanúsítottakat hajszolom egy gyilkossági ügyben. A történelem legnagyobb leletének nyomában vagyok. Az sem érdekel, ha a Tutankhamon maszkja az. Eljátszotta az esélyeit. Ne vegye rossz néven, de remélem már nem találkozunk többet. Hálásak vagyunk, hogy eljött dr. Chaikin. Monsignor D'Angelis külön kérte, hogy ön is legyen jelen. Köszönöm. Szívesen segítek, amiben csak tudok. Déli ügynök, örülök, hogy ismét találkozunk. Sajnálattal hallottam, hogy milyen viszontagságokat kellett kiállni a dr. Chaikin. Köszönöm az együttérzését. Nos, mit tudna elmondani Vance professzorról? Vance professzor a templomosok legjobb szakértője. Nagyon-nagyon kellett neki a dekóder. De mit akar dekódolni? Pergamentekercseket. Nem így van, dr. Chaikin? Csupán csak egy tekercset. Három embert öltek meg csupán csak egy legendáért. De ők valódiak voltak, nem? Mármint a templomosok. Hogyne, de a velük kapcsolatos történetek. Hogy a templomosok a krisztusi vérvonal őrzői voltak. Rátaláltak a Szent Grálra, a Krisztus testére. Az anyagokat arannyá változtató eljárásra, de feledésbe merült hűségük az egyházhoz. A legendák ma is élnek. Főleg az összeesküvés elmélet hívők és a kincsvadászok körében. Ön látta, hogy mi áll a tekercsen? Láttam, amint Vance professzor dekódolta. Éppen belefogott, amikor a lövések eldördültek, így nem tudom, mi áll benne. Ehhez kéne a dekóder. És a tekercs is. Az egyiket megszerezhetem.
Várjon! Magával kell vinnie. A főnöke meghagyta. Nem érdekel. Megvan a tekercs. Tessék? A másolata. A telefonommal lefotóztam, mielőtt visszaadtam. Na, gyerünk. A vámhivatalban mindent átvilágítanak. A vatikáni anyaggal is így volt. Szóval ez háromdimenziós? Továbbfejlesztett röntgen. Hihetetlen? Karbon mikrocsövekkel készít háromdimenziós képet. Tudja, ugye? Ne siessen, még 150 darab van hátra. Ez az. Jól van, rendben. Átküldetem a szaklaborba. Csinos, nem de? Tökéletes másolat. És most lássuk, hogy működik-e. Ez itt marad, de maga is. Amíg meg nem fejtette a tekercset. Halló? Szia, kicsim. Ne haragudj, még dolgozom. Szupi, Clive bácsi azt mondta, bármit nézhetek a tévében. Ez nem igaz. Látom, tudod, mivel hathatsz rám? Ugye, hamar hazajössz. Igen. Megígérem, kislányom. Hozz egy pizzát is. Clive bácsi csak szárított fügét, meg tevetejet akar adni. Fúj. Pizzáról szó sem lehet. Na, ha csak ide. Ide vele, Kimi. Ne! Ne! Ahogjaj! Drágán, nem esett bajod? Csak Clive bácsi kiáltott. Megfeleklettem. Kicsi. Ezért szobafogság jár. 16 évig. Szeretlek. Én is. Hello. Hello. Ezt nekem hozta? Végzett már? Nem. Várjon már, azt hiszi, ha itt tart reggelig, akkor megoldódik az ügy. Nem, de ha itt tartom, elkapom a gyilkost. Bill Vance azt mondta, hogy ahhoz semmi köze. Hogyan már, maga hisz neki? Már nem tudom, hogy mit higgyek. Na és a másik fickó a templomban? Ha mondtam, hogy lövöldözött. Lehet, hogy Vance saját maga lőtt, nem? De ennek semmi értelme. Ennek viszont legyen értelme itt. Elmondjam az első részt. Megvan? Köszönöm. Szívesen. 1291. május hava. Fájó szívvel jelentem, hogy Jeruzsálem elveszett. Napszállat után nem sokkal elhagytuk a várost. Nehéz szívvel néztük végig pusztulását hajunk fedélzetéről. A sólyuk temploméról. Útunk második éjszakáján nagy viharba kerültünk. Ilyen égi háborút még egyikünk sem látott addig. A szél keletre sodor minket! A vihar mindkét irányból ránk tör! Ezt mindenképp el kell rejtenünk! Olyan helyre, ahol nem találják meg, ha a fedélzetre jönnek! Ott és akkor egyedül Émár tudta, mi áll a becses iratban, melyet minden áron meg kellett védeniük. Émár! Ekkora vihart egy hajó sem bírhatott ki. Valóságos csoda, hogy Émár, Hugo és jó magam túléltük a hajótörést. Hol vagyunk? Ellenséges földön. Napokon át vándoroltunk céltalanul a sivatagban.
csupán a hitünk vezérelt. Egy tűzhányó tövében fekvő kopár kis völgyben végre elértük a Fonszalis nevű erődítményt. Az ellenség nem sokkal korábban távozott, s a halálszagát éreztük. Émárnak bajós látomása volt. Ő tudta, hogy én, Kármói Mártel leszek az, aki végigviszi a küldetésünket. Istennek még egy ideig óvnia kellett bennünket. Émár a földön hevert, kezében a börtokkal. Hatalmas vérfolt ütött ki rajta, oda rohantam. Émár ügyet sem vetett súlyos sérüléseire, mert fontosabb dolgunk is akadt. Tudtuk, hogy még többen jönnek ellenünk. Vissza fognak térni. Sokkal többen lesznek. El kell mennetek. Nem! Hugo tekintete azt mondta, Émár nélkül távozunk, s hamar. Visszatért a templom kapuhoz, s kivont karddal őrködött. Letérdeltem Émár mellé, s ő mind több vért köhögött fel, a tokra mutatott. Arra kért, hogy rejtsem el biztos helyre, majd azt mondta, hogy... Az én utamnak. Itt vége. Itt a vége. Márten és Hugo megmenekültek? Az iratról készített fotóm nem tökéletes, mint azt látják. Itt a szélén elmosódtak a betűk, olvashatatlan. De az iratból kitűnik, hogy Kármói Márten igen jelentős dolgot rejtett el a templomban. Vince abban bízik, hogy ez a valami még ott van. Tehát nyilván oda ment. Fonszalisba. Fonszalisba? Ezt a várat említi az irat szövege. Egy térképen sem található. A CIA már dolgozik az ügyön. Atyám, ön is kérdezze meg Rómát. Hogyne, de... Csak hogy tisztázzuk a helyzetet. Egy középkori lovagnak öltözött férfiról beszélünk, aki egy kiégett templom kriptájában vert tanyát, és aki egy nem létező város felé tart éppen. Persze követnünk kell minden nyomot, de a templomosok legendái ne tévesszék meg önöket. Bizonyos kérdésekben nem értünk egyet, Dr. Chaikin. Alapból nem utasítok el semmit. Minden esetre az egyház nevében nagyon köszönöm a fáradozását. A műtárgyak eltűnése a legmagasabb szinteken is nagy aggodalmat keltett egyházunkban. Ön hívő, ha megkérdezhetem? Apám a bizonyítékok embere volt. A hitben nem lehetett bízni. Értem. Nos, nagyon köszönöm. Szívesen. A hitben nem lehetett bízni? Hé, maga hogy kerül ide? Szóval, Fület? Csak hallottam.
Miért nem mesélte el neki a Konstantin kereszt történetét? Tetszett volna neki? Az egy személyes gyerekkori emlékem. Hogy épp magának mondta. Maga mindig ilyen cinikus? A kételkedés már cinizmust jelent? Ez a tudományos kutatás alapja. Ez nem kételkedés, csak elutasítás. Ha a vallás csak egy mese, ahogy maga hiszi, akkor sok embernek vajon miért ilyen fontos? Hívjon fel, ha megvan Fonszalis. Örömmel, déli atya. Kösz. Mami, kéne egy kis segítség. Tessék, kicsim. A kedvenc fámról kéne írnom, de nem megy. Hát gondolj arra, hogy melyik fára emlékszel igazán. Van olyan, amihez vonzódsz is? Hát eszembe jutott az a szomorú fűz. Tudod, ami ott kint volt a tónál. Látod, ez egy remek ötlet. Oké. Okay. Jó. Akkor... Szalix... Babilónika. Tessék? Szalix Babilónika. A szomorú fűz. Ez a taxinómiai megnevezése. A taxonómiai. Igen, tudom. Szalix? Szalix? Kém? Tessék. Zseni vagy. Köszi. Na szóval, a szalix a fűzfa. Igen. Latinul. A fon pedig azt jelenti kút. A templomosok által megtalált város, ahol fűzfás kút volt a templom előtt. A pon szalix. Ezt jelenti kút és fűzfa. Azt gyanítom, hogy a templomosok csak... lefordították latinra a helység nevét. A terület akkor ottomán uralom alatt állt. Na és, ha jól emlékszem, akkor a nagy Al-Idrisi említést is tesz róla a naplójában. Na szóval, ez Al-Idrisi csodálatos térképe. Lássuk, Al-Idrisi mester, mutasd meg. Szőcs, csesz meg kölyű. Ez a kút és a fűzfa, törökül. Szóval megtaláltad. Még, nem egészen. Szőcs, csesz meg kölyű. Itt van. Törökországban. Már jártam is a közelében egyszer, éppen itt. Ott a kincs, mama. Rá fogsz találni, és híres leszel. Lehet, hogy csak baklárma. De te azért csak utána járnál, mi? Szögre akasztottam a csizmámat. Jaj, dehogy. Csak a polcon van. Könnyű hozzáférni. Nem megyek az íróasztalnál tovább. Ó, az én mobilom csörög. Egy pillanat. Mama, te mondod mindig, hogy valósítsuk meg az álmunkat. Kicsim, az én legnagyobb álmom, ami csak lehetséges, már rég valóra vált. Itt vagy te. Na és a templomosok kincse? Te most azt szeretnéd, hogy eredjek a kincs nyomába, Kim? Persze! Mert ez az, amit tényleg nagyon-nagyon akarsz. Vagy inkább itthon maradnál? Nem tehetem meg veled, amit apám tett velem. Ő egy évre is magadra hagyott. Most csak két hétről van szó, nem? Mama, te vagy a példaképem. Ne hagyd serben. De még soha sehová nem mentem el nélküled. Mégis hogy csináljam? Mégsem hagyhatlak itt csak úgy. Én jól el leszek. Majd vigyázok Clive bácsira, ha ehetünk pizzériában. Csak a versenyemre gyere majd vissza. Kim. Szeretlek, mama. Én is szeretlek. Köszönöm, hogy azonnal ide fáradt. Mint tudja, atyám, komolyan vesszük ezt az ügyet. Ezt nem is kétlem. Mindazonáltal az idő egyre csak telik, és egyházi feletteseim mind türelmetlenebbek. Biztosíthatom, hogy minden erőnkkel az ügyön dolgozunk.
Megvallom, nem is az FBI elkötelezettségét kétlem. Sokkal inkább a kompetenciáját a jelen területen. Nem tudom, jutottak-e már valamire Fonszálisszal kapcsolatban? Sajnos nem. Római tudós társaink sem jutottak semmire. Már most, ha mindkettőnk szakértői egy helyben topognak, talán Vance professzornak sem megy könnyebben a megfejtés. Mi a helyzet Dr. Chaikinnal? Semmi fejlemény? Semmi. Ez meg sem lepi. A templomosokkal kapcsolatos legkitartóbb mítoszok egyike, hogy igen értékes arany és drága kőkincset rejtettek el. Micsoda lelet volna ez? Vajon egy fiatal, ambiciózus régész megosztana egy ekkora dicsőséget az FBI-jal? Halloy Daly, otthon van még? A barátja egy órája elment a kislánnyal, de ő otthon van. Ne hagyják elmenni, 10 perc és ott vagyok. Időben indul a gép? Igen. Ez lesz a csatlakozójárat is, Isztambulból Bodrumba. Köszönöm. Nem hívott fel. Mert nem volt mit mondanom. Nem volt mit mondania? Nem tartozom magának elszámolással. Kezdem azt hinni, hogy bármit mondasz, hazugság. Hogy bízhatnék magában, amíg figyeltet? Azért figyeltetem, mert nem bízom magában. Hát azt látom. Sehová sem mehetek díszkíséret nélkül. Így nem kerül bajba. Nem vagyok óvodás, nem kell száraz dajka. Úgyhogy közd, de nem kell. Szóval hagyjon békén, jó? Addig nem, amíg nem mondja meg az igazat. Azt hiszi, hogy bármit megtehet? Igen, mindig azt tettem, és azt is fogom. Szokjon hozzá. Hát jó, maga pedig ehhez. Hé, mi a fenét művel? Nem hagyom, hogy Bill Vance után menjen. Kit érdekel Bill Vance? A saját dolgom után járok, maga sem gátolhat meg. Adja már békén. Ha Bill után akar menni, hadd menjen. Hívják a rendőrséget. Remek. Mit képzel ez? Azt hitték, hogy valami pasival akarok megszökni. Miért nem? Ahogyan már son. Ennél jobban ismerhetne. Nem tartozom elszámolással magának, tapasztalt régészként pedig nem jelenthetek ki olyasmit, ami egyelőre csak találgatás és adott esetben félrevezető. Amúgy sem mondok semmit olyas valakinek, aki egynél többször bilincselt meg. Hivatalosan meg kell gyanúsítania, ha további is itt akar tartani. Bocsánatot kérek. Remek! Sok szerencsét! Remélem megtalálja az elkövetőt. Nagyszerű, mintha mi sem történt volna.
Ugye megbocsátanak? Halló? Figyelemre méltó úti cél. Az én helyemen ő. FBI. Nyomás. Remélem jó filmet adnak. De... ha horkolnék, csak bökjön meg, jó? De mégis mit? Oh.